globalizáció fórumot tartunk, és a vitafórumnak a pólusai azok talán ismerősek lehetnek, mindazoknak, akik kitartóan és szándékoltan hallgatják a műsort, illetve annak elődeit. Egyrészt itt van Nyári Gábor, aki ebben a műsorból ismert és méltán népszerű neokon ideológus. Aki sziasztok! George W. Bushnak az elkötelezett híve, bár úgy gondolja, hogy az ő politikája az túl puha, legalábbis az ő igényeinek megfelelően. Szerencsére nem szavazhat az Amerikai Egyesült Államokban, mert akkor talán még George Bushnál is sokkal, de sokkal súlyosabb alternatívákkal kéne szembenéznünk. Akkor itt van Tanai Marcell, akit a 88.1-es frekvencián már sokszor hallhattatok, de amikor legutóbb, akkor is nagyon régen. Hát most ő visszatér, és igyekezni fog bajszot akasztani Nyári Gáborral, legalábbis a neokonzervativizmus versus globalizáció kritika főcsapás irányán. Sziasztok, ez én vagyok. Igen, valamint itt van velünk Rácz Viktor, aki számos adattal és nyilvánvalóan tényekkel fogja alátámasztani, amelyeket az internetről talált, annak a vitának a sarokpontjait, amelyek fel tudnak merülni a következő két óra során. Szép jó napot! Most Viktor, ott van a kezedben egy stóc papír, és gondolom, hogy számos adat, ami a globalizációra vonatkozik, egy vitaindító adatsort, hadd kérjünk tőled, amelyre aztán később reagálhatnak a felek. Nagyon szívesen. Ez elsősorban nem is a globalizáció, hanem egész pontosan a cégek a globalizációban éllovas. Globalizációért felelős cégek. Felelős cégek, igen. Kis túlkapásairól van itt szó, ami tulajdonképpen egy gyűjtőmunka a most délután nyíló. Globalizációnak van felelőse? Hogy is ne lenne? Feudalizmusnak volt? Hát hogy ne lett volna? Ja, értem. Hát hogy ne lett volna az uralkodó? Hát az uralkodó osztály nyilvánvalóan a nemesség és a felső papság voltak a feudalizmus legfőbb felelősei. Hát a feudalizmusnak korában volt alternatívája? Hát lett alternatívája, ezt hívjuk kapitalizmusnak. A globalizáció szerintem egyébként mindig is a gyarmatosítást jelentette, most is ezt próbálják takargatni ez az újdonsült fogalommal, hogy globalizáció, ez semmi más nem jelent ma sem, mint az, hogy elmegyünk máshova, hogy rátesszük a kezünket, illetve most már nem mi, hanem cégek formájában. Annak idején uralkodók ezt megtették, vagy előkelőségek, most ez cégek formájában történik. Ez a kizsákmányolás, úgymond. Legalábbis zömében. Nyilván vannak nagyszerű cégek. Igen, de lehet, hogy nem is olyan nyilván. Na van itt egy pár dolog, tematikusan vannak összeszedve itt érdekes dolgok. Na, mivel kezdjem? Emberi jogok megsértése, itt rád bízom, kicsit rosszul vagy, azt mondtad, ezt könnyítünk a dolgon. Én kezdhetek. Köszönöm. Az emberi jogok megsértésével, erdőirtással, csak így válasz egy témát, fegyvergyártással, háborús üzérkedéssel, korrupcióval. Kanyarodjunk vissza egy picit a feudalizmushoz. Ja, igen? Tehát akkor talán ez a legkényelmesebb álláspont. Nem hiszem, hogy ezt neokonként kellene megmagyarázni. Nem is hiszem, hogy ezekért a dolgokért a neokonok lennének a felelősek, de mindegy, nyilván szerintem igen. Vissza a feudalizmushoz. Nekem a feudalizmus kritika, amit persze nem kapitalistaként teszünk meg, hanem a feudalizmus korában, mondjuk az ezres évek környékén tenne valaki a kép a feudalizmust bírálja alternatíva nélkül, egy picit úgy hangzik, mint egy ilyen általános realitás kritika. Én nem tudom, hogy a feudalizmusért önmagáért hibáztatható-e, vagy egyáltalán felelőssé tehető-e, akkor egyháza, a királyai, a földesurak, a latifundiumokon dolgozó emberek százrei és milliói. Azt gondolom, hogy az emberiségnek vannak fejlettségi állapotai, a feudalizmus is egy volt ezek közül, a kapitalizmus is az, és a globalizáció kora is az. Nem hiszem, hogy ennek a dolognak lennének akár személyében, akár bármilyen egyéb értelemben vett felelősei. Aha, de képviselői vannak, és akkor ezek számomra már felelősnek is. Hát ha a realitásnak vannak képviselői, akkor azt gondolom, hogy mindannyian képviselői vagyunk. Tehát az, hogy... Én úgy gondolom, hogy valóban az egyetértek, hogy az emberiség történelme egyfajta társadalmi fejlődés, és nyilvánvalóan a feudalizmus idővel meghaladta a fejlettebb és humánusabb kapitalizmus, és a kapitalizmusnak is vannak szintjei. Na most pont arról szól, itt kapcsolódik be a utóbbi 30 évnél a neokonzervatív neoliberális elmélet, mint utóbbi 30 évben sajnos visszafejlődés történt ezen az úton, tehát pont, hogy a feudalizmus fele nyúlunk vissza, hogyha mondjuk akár az emberi jogokat, a szabadságjogokat, az egyenlőség eszményét nézzük, akkor pont, hogy az utóbbi 30 évben visszafele. Szerintem van itt Európában mondjuk kb. 3-400 millió ember, akik pont az elmúlt 10 évben, vagy 15, vagy talán 20 évben lettek szabadok. Szemben azzal vagy alternatívával, amit a baloldal kínált az általános polgári, illetve demokratikus értékekkel szemben, ez pedig a kommunizmus volt. Szerintem
az elmúlt 20 évben ez az embertömeg igenis hálás lehet a neoliberalizmusnak, vagy a neokonoknak, de épp úgy a demokratikus nyilván azért annyira kiábrándultak a politikából, meg általában a közéletből az emberek Európában. Akkor ilyen a Kádár rendszer. Ott biztos sokkal jobb volt. Nem tudom, Franciaországban volt Kádár rendszer, Svédországban volt Kádár rendszer. Mert nem értem. Hát egész Európa elég kiábrándultnak tűnik. Európáról beszéltem, nem magyarul. De és még csak nem is Európa, nem kell megállt. Igen, tehát egy rögtön 10-15 éve ott az amerikai máda. Hát te nem, ez azért vagy itt. Miből kellene kiábrándulnom? Hát a politikai rendszerből az esetben, amely az emberek ugye úgy tűnik, hogy nem kifejezetten képviseli hát éppen a tőkés cégek, ugye a globalizáció és iszonyatos hatalom nyerése folytán, ugyebár az egyszerű emberek mind kevesebb és kevesebb beleszólása van a közéletből. Így természetesen egyre inkább kiábrándulnak, mind a közéletből, mind a politikából. Én úgy veszem észre, hogy a 20 évvel ezelőtti állapothoz képest összehasonlítatlanabbul több lehetőségünk van beleszólni mind a közélet, mind a politika alakításába. De várj, most nem Magyarországon beszélünk, vagy speciális eset? És egyébként a világ, akkor ne beszéljünk Magyarország, jó, akkor a soros példám az éppen mindig a speciális eset. Szóval akkor beszéljünk a világról, itt van az internet. Azt gondolom, hogy az internet térnyerése és térbódítása is éppen a világnyilvánosságról szól, arról, hogy az embernek igenis van joga kritizálnia mindent, mindenhol, mindenkor és bárkit és bármilyen politikai rezsimet, rendszert, legyen az neokon, legyen az diktatórikus, vagy legyen az teokratikus, teljesen mindegy. Azt gondolom, hogy egyébként épp az internet is a globalizáció egyik nagyszerű terméke, igen. Ezzel egyetértek, lépjünk tovább. Mindig voltak áldozatok, én azt érzem, és régebbi koroknak, a feudalizmusnak, és tényleg visszamehetünk nagyon sokáig, nem tudok olyan kort mondani, amelyek nem voltak meg az áldozatai. Ennek a mai, igen, ez szokás, vagy hogy mondjam, ilyen, hogy mondják, ez pofás dolog így mondani, hogy nem tudunk jelenleg jobb alternatívát, mint a... De tényleg nem tudunk. Oké, várjál, csak, és az igaz is egyébként, abban így hajlandó lennék is belehajolni, de én úgy érzem, hogy az áldozatok... túl nagyok ahhoz, hogy neked, tehát nem tudunk ebből kilépni, és nem is tudunk visszahátrálni, nem is az a feladat, de az mindenképpen feladat lenne, hogy erőteljes kritikát gyakoroljunk, és erőteljes kritikával próbáljuk meg ezt átgondolni, vagy tovább gondolni. Nem, hogy... mindig a kapitalizmus meghaladásáról beszélsz, és akkor azt feltételezed, hogy a kapitalizmust, mint ahogy egy struktúrában vagyunk, hát ezt el kell fogadni, mert hogy így igazából a feudalizmust is kár lett volna kritizálni, mondjuk az ezres években, erről beszélsz. Ez sincs egészen így. Azt gondolom, hogy a kapitalizmus mindig is jelen volt az emberi társadalmakban, valamilyen mértékig. A piac, az árucsere, a kereskedelem ott volt mindig, valamilyen ez mértékben. Igen. Mi van akkor, hogyha alapvetően rossz úton indult az emberiség sok ezer évvel ezelőtt? Én azt gondolom, hogy a kapitalizmus sem egy dolog. Az is nagyon sok mindent jelent. Tehát jelentette például Charles Dickens idején azt a sötét, borzalmas, nyomasztó, szinte már rabszolgatartásra emlékeztető rendszert, amiről szólnak a Dickensnek ugye a regényei, Twist Olivier. És jelentette egyúttal azt a kort is, ami mondjuk Darwint és az evolúciós elméletet szülte. A 19. század. A kapitalizmus? Azt gondolom, hogy a fejlődés és a feudalizmus meghaladása és a nyilvánosság térnyerése, az párhuzamosan halad a kapitalizmus térnyerése. De most konkrétan a darwinizmus szerintem... Várjál, de a polgári társadalmakat ne azonosítsd a kapitalizmussal. Van nem kapitalista polgári társadalom? Hát... nagyon-nagyon sokféle a polgári társadalom létezik. Mindegyik kapitalista. De a kapitalizmus az egy gazdasági modell, egy gazdálkodási modell. Szerintem elválasztottan a polgári társadalomtól. De nem, ez nem feltétlenül van így. Ott van például Svédország. Svédország az 1970-es, 80-as években azt lehet mondani, hogy szocialistább volt, mint akár a Szovjetunió, vagy mint bármelyik ország. Hát az amerikai konzervatívok ugye rendszeresen lekommunisták. Hát sem ennyire sem volt a Szovjetunió kommunista, sem a csatlakozó államok, ahhoz képest minden kommunistább, azt gondolom. Jó, de mindent lehet relativizálni, világos. Tehát arról beszélünk, hogy akkor ott Svédországban olyan adórendszer volt, aminek a révén a társadalmi osztályok közötti különbségek azok hihetetlen módon leszűkültek. Tehát, hogy mondjam, tehát nagyon-nagyon komoly szociális politika volt, az állam az nagyon-nagyon komolyan részt vett a kultúrpolitikában, stb. Hát a nagy természetesen ezt hozzákezdeni, ezt elsősorban a nagyvállalatok kiemelkedő adózásával érték el. Na tehát igen. Akik profitot termeltek,
azoktól, hogy ehhez kellenek nagyvállalatok. Kellenek nagyvállalatok, és kell egy De a neokonok, ha jól tudom, a neokon modell az nem az, hogy az nagyvállalatokat nagyon adóztassuk meg. Hogyha legutóbbi értesüléseim szerint a neokonoknak nem ez a modelljük. Jól tudom? Lehet, hogy úgy gondolják szerintem, hogy pár száz évig kell őket hagyni adózás nélkül, hogy fejlődjenek, és majd utána. Igen. Ha jól tudom, mert ilyen kérdés, hogy lesz addigra valaki is, a svéd modell a döntő, és a svéd modell nem speciális példa, akkor nincs egyéb dolgunk, nem, mint a svéd modellt importálni Dél-Amerikába, Afrikába, hát Zimbabvéba, és jó, mindjárt nagyon jó lesz. Ez igazából itt jön be a globalizáció, ugyanis a globális körülmények között ez lehetetlen. Hiszen még korábban a nemzeti keretek közé voltak szöltve a gazdaságok, és az egyes nemzetállamok tudták ezeket kontrollálni, pont erről szól a globalizáció, hogy ez ma már igazából nincs olyan globális politikai szerv, amelyiknek akkora hatalma lenne, mint a nemzetállamok idején az akkori politikai szerveknek, például pártoknak. Most biztos magam ellen beszélek, de azért azt gondolom, hogy az Egyesült Államok érdekérvényesítő képessége, vagy akár Kínája a saját térségében, vagy akár Oroszországé, mondjuk a Kaukázusban azért van olyan jelentős, és annyira 19. századi, mint amilyenek a nemzetállamok korában volt. Az európai államok egyébként nagyon sokszor folytatnak ugyanolyan szokványos, unalmas és szánalmas nemzetállami politikát, mint amilyet folytatnak mondjuk a Szentszövetség, vagy a klasszikus nemzetállamok korában. Hát csak az a kérdés, hogy ezek az államok, mint például az Amerikai Egyesült Államok, ezek mennyire államok még, és mennyire cégek lassan, vagy mondjuk Kína? Hát azt nem mondanám, hogy cégek, szerintem inkább a cégeknek a végrehajtó hatalma. De nem arról van szó, hogy a cégek azok a cégek. De a cégek a végrehajtási különbségek vannak mondjuk a pár évtized ezelőtt, ez nem Magyarországon van szó, hogy összefoglalásokról beszélni, Marcel. Jó, én arra gondolok, például tegyük fel mondjuk, hogy mennyire van hatalma az államoknak manapság. 80-as évben Franciaországban volt még olyan törvény, hogy nyereséges cég nem csinálhat elbocsátásokat. Mert hát ha nyereséges, akkor miért bocsájt el? Most képzeljük el a mai világban, ez mennyire elképzelhetetlen lenne, és mit szólna vajon a nemzetközi tőke, hogyha Franciaországban ilyet bevezetnének? Franciaországban még mi is nagyon sok vonásában szocialisztikusabb minden európai országnál. Döglődik is a francia gazdaság, illetve problémákkal, nagyon súlyos problémákkal küzdik. Igen, de viszont a liberális országban a lakosság döglődik. Tehát lehet, hogy a gazdaság élénk, de a lakosság döglődik. Ez Egyesült Államok híres arról, hogy a lakosság döglődik. Abszolút, igen, én is úgy gondolom, mert a híres egészségügyi rendszerre messze földön hírhet inkább, mint híres. Na jó, de a világ legfejlettebb egészségügyi rendszerével rendelkezik az Egyesült Államok. Hát nyilván egyes mutatók alapján igen, de hogyha az emberek egészségi állapotát nézzük, akkor Magyarország a maga szocialista. De nem Magyarországhoz hasonlítsuk Franciaországhoz, hasonlítsuk Németországhoz. És az amerikai gazdaság kapcsán egészségügyi helyzete és a francia egészségügyi helyzet között nem biztos. Ezt most komolyan mondod? Hát szignifikáns különbség biztos, hogy nincs. Hát garantálom neked, hogy van, mert hogy Amerikában például az alacsony társadalmi csoportok, azok, tehát nem, hogy mondjam, Amerikában több millió ember egyáltalán semmiféle egészségügyi szolgáltatáshoz nem jut hozzá. És nyilván bizonyos szempontból azok az emberek nem számítanak, és ha azt kiveszünk a statisztikával, akkor persze, hogy jelentősége van. A példának tekintett Franciaországban sem számítsanak azok a szervezetek, akik molotov koktélokat dobáltak 2 évvel ezelőtt az autókra. Nem hiszem, hogy az ő egészségügyi ellátásuk jobb lenne az amerikainál. Ha pedig jobb, akkor nem tudom, miért dobálnak. De beszéljünk arról. Nem az egészségügyi állapotuk miatt dobálnak, hanem a szociálpolitika miatt dobálnak, ami az ő számukra nem. Ami lehetővé teszi azt, hogy ne dolgozzanak, hogy segélyekből éljenek, és felépíthessenek egy párhuzamos társadalmat a francia mellett, ahonnan időről időre kitörve molotov koktélokat dobálhatnak az egyébként békésen dolgozó francia polgárok autóira. Mi az az ár, amit fizet a világ az amerikaiak jólétéért? Tehát, hogyha ott megvan az a. Hát szerintem az Egyesült Államok sokkal többet fizet a világ jólétéért, mint a világ jólétéért. Nekem. De ezt nem gondolhatod komolyan. Nekem havi $1000, hogy itt vagyok, nem. Nem hiszem, hogy neked személyedben kellene, hogy fizessen, lévén, hogy nem is vagy az Egyesült Államok társadalmának híve, de egyébként nem hiszem, hogy az amerikaiakat ez érdekelne egy pillanatig is, hogyha üzletet látnának benned. Ja, nem erről van szó, hogy híve vagyok, vagy nem. Várj, pontosan, ha üzletet látnak benned, pont ez az amerikai neoliberális vagy neokonzervatív politika lényege, ha üzlet van benned, akkor van pénz, ha nem látnak benned üzletet, akkor meg pénzt, is dögölhetsz. Aki jelen esetben neked miért adna az Egyesült Államok pénz abban esetben, hogyha... Nem, mindig arról, amióta elkezdtük ezt a beszélgetést, arról van szó, hogy a pénz, és tényleg az... Figyelj, amikor a Marcel azt mondta, hogy az amerikai, hogy mondjam, az emberek, a liberális társadalmakban az emberek sínylődnek, míg a gazdaság dübörög, akkor tényleg ne egyértelműen arról beszéljünk, hogy mennyi pénz van a zsebükben, hanem beszéljünk arról, hogy mit tudom én, milyenek az emberi kapcsolataik az amerikaiaknak. Nem, te biztos voltál kínva, nagyon szereted ezt az államot. Voltam ilyen. Én semmi jót nem hallottam róla, és én magam sem tapasztaltam semmi pozitívat. Én vagyok a zsidókkal, meg a cigányokkal közelem.
Te az amerikaiak hozzá terelni a témát. Én nem terem a témát, de mi az, hogy én semmi jót nem tapasztaltam az Egyesült Államokkal kapcsolatban? Hogy lehet ilyet kijelenteni? A Földön nincs egyetlen egy olyan ország, egy nép vagy nemzet sem, amire ezzel kapcsolatban ezt kimerném jelenteni, hogy nem tapasztaltam velük sem kapcsolatban semmi. De nem, amit te most felsorolnál jót, az gyanítom, hogy az mind a jóléttel van kapcsolatban, és ez nekem is nagyon tetszett, ez egy nagyon vonzó dolog. Nem, a szabadsággal van kapcsolatban, nem a jóléttel. Jó, de a szabadság, az ottani szabadságért mások fizetnek nagyon nagy pénzt. Itt fizetnek érte. De úgy vagy pont a neokonok korlátozzák a szabadságjogokat Amerikában? Nem, a neokonok nem korlátozzák a szabadságjukat Amerikában. Ha a Patriot Act-re gondolsz, a Patriot Act valóban egy sok szempontból problémás törvény, valóban egy neokon kabinet és neokon elnök regnálása idején született. Én azt gondolom, hogy mint az Egyesült Államok egyébként háborúzik, nyilván meg lehet érteni bizonyos szempontból bizonyos szegényeket, de azt gondolom, mint hogyha őket támadták volna meg. Őket, meg 2001. szeptember 11-én őket támadták meg. Ki támadta meg őket? Ki támadta meg őket szeptember 11-én? Kicsoda? Saddam Hussein. Kicsoda? szeptember 11-én? Az iszlám terrorizmus. Az iszlám terrorizmus, igen. Van bizonyíték? Tudod felmutatni bármiféle bizonyítékot a CIA-ra? Nem, akkor svéd repülők voltak. Hogy Irak állam, valamint valamint Osama Bin Laden, illetve az iszlám terrorizmus. Pontosan tudjuk, hogy a 19 merénylő közül kit, hol, melyik Izrael. Ha jól emlékszem, Szaúd-Arábia volt. Szaúd-Arábia volt, amelyik, ha jól emlékszem, például Amerika Egyesült Államok első számú. Valamelyikük kapott Irakban is kiképzést, nem tudom, hogy. Tehát, hogyha közülük valaki kapott Irakban kiképzést, bár erre nincsen bizonyíték, mert továbbra sincsen bizonyíték, ezt azért, tehát te úgy hallottad, hogy kapott Irakban, tehát ezzel a CIA eddig nem tudott elszámolni. Ti meg úgy hallottátok, hogy nem kapott. Tehát te úgy hallottad, hogy valamelyik Irakban kapott kiképzést, és hogyha ezt tegyük fel, igaz, már nincsen rá bizonyíték, akkor ezt a háborút, ezt Irak indította az USA ellen? Én azt nem értem, hogyha a merénylőknek a fele szaúd-arábiai állampolgár, akkor hogy lehet az, hogy éppen Szaúd-Arábia, ami kivétel a térségben, hiszen az Egyesült Államok első rendű szövetséges. Igen, ez érdekes. Tehát, hogy a merénylőknek, akik 9-11-én belerepültek a World Trade Centerbe, a fele szaúd-arábiai állampolgár, akkor haladjunk kronológikusan jó, akkor haladjunk kronológikusan jó. Tehát a szeptember 11-e nem én állítom, hogy az indokálta volna az iraki háborút, hanem ti. Szeptember 11-e az afganisztáni. Te mondtad azt, hogy az amerikai Egyesült Államokat támadták meg 2001. szeptember 11-én. Te mondtad nem, azt, te hogy mondtad azt, hogy én azt annyit mondtam, hogy az Egyesült Államok, hogy a Patriot Act-et bizonyos szempontból meg lehet érteni, mert az Egyesült Államok háborúzik. Én erre azt mondtam, hogy ezt a háborút az Egyesült Államok indította. Én meg azt mondtam, hogy nem, hanem az iszlám terrorizmus indította. Így van, és az Egyesült Államok az iszlám terrorizmus ellen visel háborút, például Afganisztánban, a szeptember 11-i terrortámadásokat követő afgán intervenció, így van összefüggésben, nem a Szaúd-Arábiában. Miért nem Szaúd-Arábiában? Hát mert a Bin Laden Afganisztánban bujkált akkor, és nem Szaúd-Arábiában. De az elmúlt hat éves Szaúd-Arábiában be nem teheti a lábát ugyanis. Na jó, de hát bevonultak az amerikai csapatok Afganisztánban, és nem fogták el. Kiépítették a kőolajvezetéket a Halliburton segítségével, aminek Dick Cheney az Afganisztánban egy dekaolaj nincs. Nem, hanem a Kaszpi-tengertől, vagy honnan át. A vezeték az ott fut át. Dick Cheney azért még említsük meg. Hát aki ugye az alelnök gyakorlatilag, és ő a Halliburton nevű cégnek, aki a háborút, és általában az Amerika által viselt háborúkat így a legerőteljesebben támogatja, úgymond egy ilyen háttér finanszírozza, igen, meg az ilyen háborúnak a... Milyen érdekes, hát erre utaltam az imént, amikor arról beszéltem, hogy az Amerikai Egyesült Államok azok, az nem olyan egyértelműen egy állam, vagy Ha az amerikaiakat kérdeznéd, valószínűleg nagyon megharagudnának ezért, ők amerikaiaknak érzik magukat. Attól tud kérdezni meg, hogyha a Manhattanben lévő elitet kérdezzük meg, akkor más lesz a véleményünk mondjuk a New Orleansnak a lakóinak. Jó, hát akkor ezt játszhatjuk, hogy mi jobban tudjuk az amerikaiaknál, hogy ők amerikaiak-e vagy sem. Hát azért, mert jártam az Egyesült Államokban, és beszéltem amerikaiakkal, és egyébként igen, ha elmész New Yorkba és elmész Manhattanbe, a New Yorki... Nem lehet más véleményük erről, mint az átlag amerikainak, vagy annak, aki... Nem csak furcsa egy picit, amikor azt mondja magáról valaki, hogy ő amerikai, és akkor te azt mondod neki, hogy te nem vagy amerikai, mert én azt mondom... Nem hogy ő nem amerikai, én az Amerikai Egyesült Államok kormányáról mondom, hogy egyre inkább céges érdekeket képvisel, értem? Tehát így hálás ilyenkor behozni az átlag amerikai állampolgárnak a személyes hazaszeretetét, ellenérve, de talán ez nem ellenérve abban az esetben, jó, hogy csak... a Dick Cheney-nek és a Halliburton-nek az iraki háborúban való részvételéről, meg az afganisztáni intervencióban való részvételéről beszélünk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ez egy egészen új modell, amikor kitalálták azt, hogy igazából
a trösztösödés és a globalizáció folyamat az ugye arról szól, hogy egyre nagyobb hatalom egyre kevesebb kézben összpontosul. És ma már nincs meg ez az egészen konkrét határ az állami felelősség, illetve a céges felelősség között, hanem ezek is elkezdtek egymásba átfonódni. És én ma már úgy látom, hogy az Amerikai Egyesült Államok céggel alkot egy hatalmas nagy megatrösztöt. És ez a megatröszt, és egyébként Kína is ehhez nagyon hasonló. Az állapot, amiről te beszélsz, Robi, hogy a nemzetállamok a határaik mentén politizálnak, ez valójában az emberiség történetében egy nagyon rövid ideig tartó szakasz. Tehát, hogyha visszamész a klasszikus középkorba, mondjuk a Római Birodalom, ami szintén ugye egy globális állam volt, bukását követően mondjuk egészen a nemzetállamok koráig Európát a katolikus lobby mozgatja, a protestáns lobby mozgatja, az éppen feltörekvő első angolszász multik, a manufaktúrák mozgatják, a gyarmatosítás igénye mozgatja, a nagy felfedezések mozgatják. Uh-huh. De ezek csak az bizonyított, hogy ez sosem volt jobb. Most amíg ennek a műsornak Demokrácia RT volt a neve, addig a Robi azt pofázta, hogy amíg ennek a műsornak az volt a neve, hogy Demokrácia RT, addig azt pofázta Robi, hogy egyszer végre ide jönne kipróbálni azt, hogy mi az a demokrácia. Azért, amit te most elmondtál, az nem kipróbáljuk, és éppen ez van. Akkor ez nem gondolsz. De akkor viszont most arról beszélsz, hogy ez a demokrácia, és ez a demokrácia, ez nem jobb, mint a feudalizmus, és az önkényuralom, és az abszolútizmus a középkor legsötétebb századaiban. Tehát most vontál egy nagyívű párhuzamot, és ezzel azt állítod, hogy sosem volt másképp. Tehát ezzel azt állítod, hogy ez a mostani rendszer sem jobb, mint a despotizmus. Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy a globalizáció és a nagy akár gazdasági, akár kulturális, vallási mozgalmak, az ehhez kapcsolódó networkök, azok mindig behálozták a világot, és azok mindig ugyanúgy a nemzetállamok felett működtették a realitást. Gábor, azután, hogy az Amerikai Egyesült Államokat megtámadták szeptember 11-én, és kiderült végül, hogy Osama Bin Laden támadta meg őket, nem az lett volna az indokolt, hogyha az Egyesült Államok azt az államot támadja meg, amelyik Osama Bin Ladent kiképezte, vagyis az Amerikai Egyesült Államokat? Nem ez lett volna az indokolt? Tehát így igazából egy polgárháborúnak kellett volna fellángolni az Amerikai Egyesült Államokban, hogyha tényleg konkrétan próbáljuk tartani magunkat a tényszerűséghez, hát ki a felelős elsősorban, de megtámadhatta az USA-t, ki képezte ki, ki készítette, ki pénzelte, és ki képezte fel, egy ilyen gerilla háborúra, egy nagy hatalom ellen. Elogika mentén akkor a második világháborúban a szövetséges államnak és a Szovjetuniónak az osztrák-magyar monarchia ellen kellett volna háborúznia, hiszen azt produkálta Hitler, az osztrák-magyar monarchia és Ausztria, Hitler Ausztria szülötte volt. Mégis Németország volt az ellenség. Jó, Hitler hatalomra jutott. Itt is voltak háborúk, csak azt mondom, hogy kifejezetten az osztrák-magyar monarchia volt államai ellen kellene hadat viselni, hogyha már arról van szó, hogy kikérdezte ki Hitler. Hadat viseltek az osztrák-magyar monarchia. És a nagyon őszinték... Hogyha én jól emlékszem, már az első világháborúban... Jugoszlávia Külön Szövetség. Már az első világháborúban Hitler átszökött az osztrák-magyar monarchia területéről Németországba, és ott a második német birodalomnak a hadseregébe vétette fel magát. Heimwehrben harcolt az első világháborúban Hitler, tehát nem mondhatjuk azt, hogy Hitlernek az identitása, vagy Hitlert az identitása, vagy Hitlert ez a fajta kötődése az osztrák-magyar monarchiához kötötte volna. Ha már egyébként Hitler identitás szóba esett, nagyon jó cikket olvastam az Avon Diplomatikról, ugyebár az amerikai kapitalizmusnak egyfajta szülőatya, annak ideológusa, Henry Ford, ugyebár milyen hihetetlen befolyással bírt Hitlernek és más náciknak ideológiának kitalálására. Ami közismert antiszemita mű, a Henry Ford írta, és ez Hitlernek és más egyéb náci vezetőknek kedvenc műve, olyannyira, hogy a Mein Kampfból néha szó szerint idézett ebből a említett műből, tehát valamilyen szinten ez az amerikai kapitalizmus és demokrácia, meg a Henry Ford antiszemita volt. Soha nem állította senki, hogy a kapitalizmus járna bármiféle morális töblettel. Az, hogy az IBM kompjúterek segítették a holokausztot például, tehát hogy IBM kompjúterek segítségével, hát ezek nagyon kezdetleges kompjúterek voltak, ez egy ilyen kis lyukrendszer volt, ilyen lyukkódos rendszer volt, segítségével Ne vásároljunk a Hugo Boss-tól sem, mert ugye a Hugo Boss tervezte a náci hadsereg egyenruháit, és ne vásároljunk a Siemens-től sem. Érdekes, hogy a háborús bűnösöket azokat számon lehet kérni, de ezek a cégek ezek simán tovább élnek. Tehát, hogy egy ilyen cég támogatja Hitlert, aztán Hitler veszít, és akkor a cég befektet inkább a nyertesekbe. És akkor onnantól ez az Amerikai Egyesült Államoknak támogatja. Zolinak volt itt egy jó mondás, amikor azt mondta,
mondta, hogy a kapitalizmus, ahol senki nem mondta, hogy bármilyen morális többet eljárt. Ne haragudj. Most találkoztunk 5 percre még. Igen. Kicsit rosszul bánok a nevekkel. Van az, mert Gábor, tíz is. Igen. Azt akartam mondani, hogy, igen, hogy a kapitalizmus ugyebár nem jár semmiféle morális többlet, és pontosan ez is a baj a mai kapitalista rendszere, hogy semmiféle morális szempontja nincsen. Csak a tiszta tőke logika, csak a tiszta profit érdek, ami lehet szervezően egy társadalomban valamiféle elv, de mint egyedülálló, mindenek fölött álló elv, egyszerűen katasztrófa. És egyébként én provokálni jöttem ma ide, úgyhogy azt nem fogom kihagyni egyébként, hogy a szeptember 11 kapcsán, tehát legalábbis ennek a műsornak lenne egy olyan feladata, biztos vagyok benne, hogy megkérdőjelezze ezt a benyelt cukorkát, amit azóta így abban a pillanatban ledugtak a torkunkon, hogy terrorizmus, stb., és ami egy ilyen démonként űzik a világot azóta és a terroristák után. Van egy a BBC által is többször részletekben közölt ilyen érdekes dokumentum a YouTube-on föl lehet leállni, ezt Loose Changes címmel, amit lehet, hogyha láttatok, akkor rá fogtok most erre ugrani, vagy legalábbis te Gábor. Sajnos ez ugyanilyen média hack, mint az, hogy a támadás előtt 3000 zsidó elhagyta a VTC-t. Jó, de várjál, csak azt kérdezem. Várjál, ezt mondd majd, de egy démoni arc rajzolódott ki a füstfelhőben. Ilyenről szó sincsen egyébként, viszonylag tiszta. Mondjuk a BBC-ről még talán lehet feltételezni azt, hogy úgy megnézi, hogy mit ad le és miből ad részleteket. Elsőként BBC az viszonylag korrekt. Igen, még elsőként egyébként nem is a World Trade Center is kapcsán, illetve a World Trade Center nem az ikertornyok kapcsán, hanem ugye az ikertornyok leomlása utáni pár órával a hetes számú épület így fogta magát és összedőlt ilyen mértani pontossággal. És akkor ebből lett egy ilyen kis zűrzavar, hogy akkor most ez tulajdonképpen miért omlott össze, és ráadásul miért úgy, mint amit így tökéletesen berobbantottak. És mindegy, nem mondok többet, itt tényleg nézze meg mindenki, ha tudja a Loose Changes-t, vagy majd egyszer biztos beszélünk erről bővebben. Én csak azt akarom, Gábor, mondani, hogy miért van az, hogy elhangzik mondjuk egy ilyen ellen vélemény, és azonnal olyanokat mondasz, és olyanokat mond Amerika, és olyanokat mond a közvélemény, úgymond, vagy a sajtó, a közsajtó, hogy tehát ezt a cínikus hozzáállást kezdik el kiabálni, hogy persze a démonok rajzolódtak ki az égre, és nem tudom, miért nem lehet ezt megvizsgálni. Miért van ez a Németország, ez a Németország volt a példa. Legközelebb itt leszünk, akkor addigra megvizsgálom neked ezt. Jó. Egyébként ha rá fogsz keresni, akkor készült egy ellenfilm is. Egy srác az ugyanolyan lelkesedéssel elkezdte így pontról pontra ezt a filmet kritizálni, tehát így nem azt mondom, hogy nincsenek ellen tézise, de én azt mondom, hogy ezeket igenis, nem szabad ezt így benyelni. Urban legendekkel, hogy nagyon jól hangzanak, csak éppen nem igazak. Tehát ismerünk ilyet számtalant, ezeret, 10 milliót. A 70-es években ugye Budapestet átjárta az a pletyka, hogy a Gellért-hegy megroppant és bele fog csúszni a Dunába. Ez igen, ez elsősorban jó, szerintem de egyszerű kérdések is. De a kisember félelme a megfoghatatlantól a történelmet és az életét átformáló és az eddigi realitását tönkretévő események kezdemberi félelméről szól. SMS-ek. Ha Bin Laden nem lenne, ki kéne találni, írja az SMS író, és hogy mennyire igaza van, azt ki sem tudom fejezni. Ki is találták. Jó, Eminemnek van egy klipje, amiben Osama Bin Laden beszél, hát a szokásos körülmények között beszél valami barlangban, kamerázzák ilyen nagyon, így remeg a kamera valamelyik ilyen talibánnak a kezében, és egyszerre én ledől mögötte a kamera, és ott van egy hipermodern, vagy ledől a barlangnak a fala, és ott van egy hipermodern stúdió, és így Oszamának leesik a szakálla. Az egész Oszama világa. És persze, tudjuk, mielőtt még elkezdenéd mondani, hogy Oszama Bin Laden az valóban egy élő személy, egy élő gengszter, és hogy valóban egy szörnyű bűnöző, tudjuk, igen, az. De lássuk be, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak ez az egész Oszama Bin Laden jelenség, meg ez a 9-11. Param, ez olyan jött. Olyan gyönyörűen kamatozik. Olyan csodálatos. Az Ahmedinejad is így érvel, hogy a Hitler, zsidóknak szüksége volt Hitlerre, hiszen nélkülük nem lett volna Izrael, és de nem tudott volna. Azért, mert az Ahmedinejad volna erkölcsi alapacionizmusra. Ez milyen érvelés, amit most dobsz, Gábor? Ez milyen érvelés? Tehát azért, mert az Ahmedinejad hasonló módon érvel, mint én most, ezért én antiszemita vagyok. Hasonló módon hülyén érvel. Én azt mondtam, hogy te hasonlóan hülyén érvelsz, mint az Ahmedinejad. De várjál, ilyen érvelés, tehát az, hogy valakinek valami jól jön, bár nem ő csinálta,
Azt akartam mondani, hogy ez hülyeség. Hülyeség. A zsidóknak se jött jól Hitler, és az amerikaiaknak se jött jól Osama bin Laden. Az amerikaiaknak nem jött jól. Na várjunk. Annak a 6 millió zsidónak, akiket elgázosított Hitler, azoknak Hitler nagyon nem jött jól. Pont. Ez egy mondat volt. Most jön egy másik. A holokauszt nyilvánvalóan hozzájárult ahhoz, hogy létrejöjjön a zsidó állam. Mint ahogy a neve is mutatja. És hogy létrejöjjön a zsidó állam, és ez, hogy létrejött a zsidó állam, ez zsidók generációinak nyilván jó és üdv. De most szerint ez egy másik mondat volt. Tehát, hogy ha logikailag... Ezek egymástól függetlenül igazak. Nem, mert egymás mögé pakoltad őket, és az egyik igazolja a másikat. Nem, ez hülyeség. Szerintem az erkölcsi kapcsolatot nem lehet a kettő között teremteni, ha pedig teremtesz. De mi beszélünk állandóan erkölcsökről? Szerinted, ha nincs holokauszt, létrejött volna Izrael állam? Ha nincs ennek hadkere kellett volna. A holokauszt az a zsidók által elnevezett, vagy a zsidók által létrehozott kifejezés, aminek az a jelentése, hogy égő áldozat. Ez egy görög kifejezés, nem a zsidók alkották. Akkor, hogy mondjam, ők akasztották erre, alkalmazták erre. A hitler neve az, hogy soha de ugyanazt jelenti áldozatot, égő áldozatot jelent, ami most én nagyon messzire nem akarok elvinni, de azt mindenképpen érezni lehet belőle, hogy ez egy olyan dolog volt, ami egy áldozatként szolgált azért, hogy létrejöhessen két évvel a világháború befejezése után az új Izrael állam. Amikor a zsidókat deportáltak Izraelbe, és készültek épp elég nyakorlatilag. De ez itt pontot a Robi. De nem velük vitatkozol, hanem azokkal, akik Shoának hívják a holokausztot. Ők áldozatnak hívják. De nem. Nem? Nem azért áldozat, mert olyasmiért haltak meg, amiről nem tehetnek. Jó, de az áldozatnak eredetileg azért van egy olyan jelentése, többlet jelentése, hogy egy repülőszerencsétlenség lesz, és áldozatai, és azt mondod, hogy én, mint történész, nem mondhatom azt, hogy a holokauszt ténye hozzájárult Izrael állam létrejöttéhez. Ezt mondhatod, azt nem mondhatod, hogy jól jött. Ezt nem mondhatjuk. Mondtam, hogy jól jött, várjál. Azt szeretném kérni a kedves hallgatókat, akik felvették, vagy arriválták, vagy visszahallgatják majd este az ismétlést, hogy ugyan már hallgassák meg, hogy én mondtam-e ilyet, hogy jól jött. Majd este írjanak egy SMS-t. Na várjál, és akkor most ugyanennek a mintájára, lássuk, hogy volt ez 9-11-ével, valamint az iraki háborúval. Azoknak az amerikaiaknak a számára, akik 2001. szeptember 11-én a World Trade Center 2 tornyában voltak reggel 9 órakor, nagyon-nagyon rosszul jött az a két repülő. Pont. És egy új mondatot kezdek, Gábor. Azoknak az amerikai cégeknek, illetve cégtulajdonosoknak a számára, mint például Dick Cheney, Donald Rumsfeld, valamint George W. Bush és a hozzájuk közel álló olajmilliárdosok, valamint fegyvergyárosok, nagyon-nagyon jól jött az iraki háború. Itt megint van egy pont. Továbbá az iraki háború nem jött volna létre, ha nincs 9-11. Azt gondolom, hogy 100%-osan PC voltam, amit mondtam történelmileg megállja a helyét, és lám az összefüggés. Jó, akkor ez ennek a logikának a mentén tényleg világtörténelmi események millióival játszhatunk. Tehát például a két évvel ezelőtti cunami 300 000 halottjának nagyon rossz volt a cunami, pont. Igen. De utána kirépült egy monitoring rendszer, ami megmenti emberek millióinak életét. Tehát az emberiségnek, tehát a cunami ezeknek, volt, ezeknek az emberiség számára ez a cunami, igenis lehetséges, hogyha ez a cunami nincs, egy későbbi cunami sokkal több embert ölne. Csak az a furcsa, hogy ez a cunami jól jött. Csak az a furcsa, hogy abban, amit én mondtam, abban a hallgatók számára biztos nincs meg az a fura mellékzönge, hogy jól jött azért a dél-ázsiaiaknak ez a cunami, ami megvolt a te mondatodban, hogy azért az amerikaiaknak jól jött Bin Laden, hanem ezt volna ki kellene találni. Jó, akkor az amerikai fegyverlobbinak, vagy mit tudom én kinek, az olajlobbinak. Na igen. Jó, hogy nyilván az amerikai átlagpolgárnak, akik a szabadságjogait korlátozzák, meg akinek a családtagja esetleg meghaltak, vagy aki éppen a családtagja elmentek Irakba és ott haltak meg, azoknak nyilvánvalóan nem jött. Világos, Másrészt pedig az, hogy jól jött nekik az amerikai elitnek, tulajdonképpen politikai és gazdasági vezetésnek, az nem azt jelenti, hogy ők csinálták volna, hiszen jól tudjuk, hogy nem csak az amerikai elitnek jött ki, például más erőszakszervezetek, mint például az orosz állam is
ugyebár ő is kihasználta a 911-et, és sőt az európai rendőrségek is fellépnek különböző másként gondolkozó autonóm csoportokkal szemben, foglalt házakat ürítenek ki a terrorveszélyre hivatkozva. Tehát ez rengeteg helyen, rengeteg embernek jól jött, akiknek nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ők részt vettek vannak a szervezésében, de ilyenről nem is volt utalás sem. De az, hogy jól jött, az nyilvánvalóan nem, de senki nem mondta, az amerikai, mondjuk, hogy kihasználták. Tehát hagyni kellett volna, tehát akkor sírni egy picit, hogy leomlott a VTC, hogy az Egyesült Államok 3000 polgárát elvesztette, kibagjuk magunkat, és az élet megy tovább. Nem, hát erre hivatkozva ezek a cégek, ezek a, például az Exxon Mobil rengeteg olajat könyvelt el. Nem igaz, az amerikai közvélemény a támadást követően a az amerikai közvélemény a támadást követően háborút akart. Ezt ti is ugyanúgy tudjátok. Hát, ha ott éltünk volna, ha ott éltünk volna, a CNN azért nem agymosó. A Fox News. A Fox News az még durvább, így van, de az, tehát a CNN is durván torzít. Nem, Iszkrát meg Pravdát kell olvasni, és akkor abból kiderül az igazság. De ez egy következetes lekommunistázása azoknak, akik bírálják az amerikai neokon politikát. Tehát nyilvánvalóan a világ az kétféle emberből áll. Ezekből a büdös férges kommunistákból, ezekből a Brezhnev híveiből, valamint áll a neokonzervatív amerikaiakból, George W. Bush híveiből. A szabadságnak a híveiből. Vagy szabadság, vagy Sztálin, döntsd el, melyik oldalra állsz, kisapád. Vannak még a bolond zöldek. Bolond. Akik jó szándékúak, de hát fogalmuk sincs semmiről, jó van? Hadd tüntessenek. Ostomák. Na jó, hát szóljatok hozzá. Gábor. De tényleg van egy ilyen elitista hozzáállás egyébként. De legyetek szívesek, szóljatok már hozzá. Hallgatok, hallgatok. Szóljatok hozzá, hogyha fölkeltette a figyelmeteteket, vagy az érdeklődéseteket, az irónia, esetleg némely ostobaság, amely elhangzott ebben a műsorban bármely fél részéről, akkor szóljatok hozzá, legyetek szívesek. Mit szeretné kérdezni, Gábor? Azt szeretném megkérdezni, hogy az a monitoring rendszer, amit a cunami után kiépítettek, hogy az egy hány ártatlan embernek az életét oltotta ki azóta. Jaj, ne arra, hogy nem értek a cunami figyelő monitorrendszerekhez, lehet vízni. Mi szerencséd? Különben válaszolnod kéne erre a kérdésre, és a válasz nulla lenne. Valószínű. Hát. Köszönöm, tehát ez egy nagyon hülye példa, szerintem. Köszönjük, csak most esik le tulajdonképpen. Köszönjük. Ja, értem, tehát most már értem. Megkérném Rácz Viktor kollégámat, hogy avasson be minket a neoliberális gazdaság világában néhány adaton keresztül. A világ kakaóellátásának több mint 40% elefántcsontpartról származik, amelyben körülbelül 109 ezer gyermekmunkás dolgozik veszélyes körülmények között kakaóültetvényeken. Olyan, még egyszer a számot? 109 ezer. Hát körülbelül annyi, mint Budapesten, szerintem így a nagyjából az ilyen 8 és 12 év körüli gyerekek száma. Egy ültetvényestől, ami elhíresült mondása, hogy ez teljesen logikus, mert alacsonyabb magasságuk lévén, ők jobban látják a kakaócserjéket. Meg pici a kezük, nem szúrja szét. Ez komoly. Ez elmagyarázták? Hogy alacsonyak és jobban meglátják, a fejük a lábukhoz. Hát mint és valószínűleg tényleg így van egyébként, hát akkor jó, is hát. Az ilyen érvelés. Nagyon durva. Ez így van. 2001-ben a kanadai Mentsétek meg a gyermekeket jelentette, hogy 15 ezer 9 és 12 év közötti gyereket sokan az elszegényedett Maliból származtak, becsalogattak vagy eladtak rabszolgának nyugat-afrikai kakófarmokra fejenként $30, azaz mondjuk 6000 forintért. Cégnek a nevét megemlítjük? Hát ezt egyelőre farmokról van szó, viszont az érdekes a dologban, hogy a harmadik legnagyobb kakaófelvásárló elefántcsontparton, tehát ezekről az ültetvényekről a Nestlé, ugye, akiknek feldolgozó üzeme, raktára, export eszközei vannak ott, és tudatában van ezeknek a cselekedeteknek, mégsem tesz semmit. Egyébként megígérte a Nestlé a Nemzetközi Munkajogi Alapnak, ami beperelte őket 2002-ben talán, hogy 2005 július 1-től, egyébként ezt sem értem, hogy 2002-ben beperelték, és ő megígérte, hogy 2005 július 1-től nem fog már. De addig még igen. Tehát, június 1-től? Igen, 2005 július 1-től nem vásárolnak többi gyerekek kényszermunkájával dolgozó farmokról kakaót, de ezt nem tartották be. Ajjajjaj, de hogy nem tartanak be ilyesmit? Ez diszkrimináció gyerekekkel szemben. Más mondok. Ők nem dolgozhatnak, csak a felnőttek. Nem engedik dolgozni a gyerekeket, pedig akarnak. Ja, egyébként... Kirekesztik őket a munkavilágából. És egyébként nagyon sokszor mondják, hogy ha ez megszűnne, akkor ugye ez igazából ott rossz lenne szegényeknek, mert így legalább van munka, úgy még nem lenne. Így nyilván önmagában ez nem megoldás, de... Világos, hogy a gyerekeknek nem kell annyit fizetni, mint a felnőtteknek. Most szabad végre megszólalnom? Igen, bárhogy. Elefántcsontpart és Somalit említetted, ugye?
Hát elefántcsontparton vannak a kakaóültetvények főleg. Igen. És Mali volt a másik példa. Maliból származnak a gyerekem, elefántcsontparton mellett. Na, onnan rabolták őket. Igen. Tehát ott fogdosták össze őket, és kucolták át a kakaóterem, Maliból a gyerekek. Igen. Igen. És ezeket hát értelemszerűen egy üzemben kell egyesíteni ahhoz, hogy a profit azt teremjen. Össze kell fésülni a termelő erőket, hogy megfelelő termékeket hozzunk létre, és ezáltal a profitot realizálhassuk. Ha jól tudom, mondok ilyen ország, ilyen fél diktatórikus, fél államkapitalista, a piaci viszonyokra fittyet hányó klasszikus bűnöző állam. Ez csak jól üzletelnek. Így van. Elég is azt mondom, hogy szemétnesztét természetesen. Na, akkor folytassuk. Mindenki hallott már ezekről a cipőgyártás érdekességeiről. 2003-ban a Puff Daddy nevű világhírű rapper által létrehozott Sean John márkát gyártó hondurasi Varrodában. A dolgozók 24 centet kapnak egy 50 dolláros Sean John márkájú sweatshirt, ami mi is ez egy ilyen, mi a sweatshirt. Hát itt most történetesen nem az izzadságszagú munkáról van szó, hanem ez a kapucnis akármi. Ez a jogging pulcsi szerintem. Még egyszer a két árat. 24 centet kapnak a Varrodában egy ilyen árucikkért, amit 50 dollárért árulnak tehát utána. 50 dollárért vásárolod meg, és 24 centet fizetnek annak, aki össze. Ez a Puff Daddy. Kinek volt ő a csávója? Mindjárt a büdös búzsba Puff Daddy. Nem, ezt az alkalmat is ragadtuk meg, hogy nem csak a... Szemét Puff Daddy, a szerintet is utáltam mindig. Nem csak a suttyó ócska szar zenéjért, hanem a gyermekmunkáért, amit alkalmaz tovább a népnyúzó és munkás nyúzdáiért. Remélem, hogy 50 Centről és Eminemről nem derül ki semmi, őket kedvelem. Igen, én is remélem, hogy... Na mindegy, de vannak itt jobbak egyébként, mert... Én azt remélem, hogy Busta Rhymes, hogy ilyesmi kiderül, akkor kitérek a hitemből. A hosszú ujjú pólókért egyébként csak 15 centet kapnak, és a pólókért pedig 5 centet kapnak ezek a dolgozók. Igen, de nehéz elképzelni egyébként, hogy Busta Rhymesról ilyesmi kiderüljön, mert ő köztudottan anarchista. További adatok? Hát vannak érdekes. A Nike, ugye ezt sokan szokták emlegetni. A Nike nál igazából ott a kontraszt az érdekes, hogy amíg ők a brazil nemzeti futballválogatottnak kifizettek 2004-ben 16 millió dollárt, az Adidas pedig 1,8 millió dollárt évente fizet ugye Zinedine Zidane-nak. Ez alatt az ázsiai munkásaiknak, mindjárt megmondom, hogy mennyit fizet, csak megkeresem, 6 centet fizettek óránként. Centet óránként? Igen, 4,75 század, tehát 4 dollár 75 centet egy átlagos munkanapért. Igen, hallottam már ilyenről, hogy az összes alkalmazottjuknak körülbelül fele annyit fizetnek, mint a Jordannek. Igen, de hát ő hozza be... Összes alkalmazottjuknak. Ő hozza be a vevőket. Jordantől ne sajnáljuk. Hát... mert az a Jordan, ne sajnáljuk tőle, megjön, mert hogy az a Jordan, hát ő, hát az a munka, meg az a, ahogy arányban áll, az a zsákolás, azzal a, nem tudom, 850 ezer ember, aki dolgozik, összevarja azokat a cipőket, hát hogy is, egyik hát, hogy is sajnálják, egyikük sem tudod zsákolni, hogy Jordan. Viszont Jordan sem meg is érdemlik talán, hogy így élnek, hiszen nem tudnak úgy zsákolni, így mint Jordan, ugye? Igen? A Sony. Hát a Sony nem olyan érdekes, ez csak szimplán annyit tett, hogy de egyébként itt ez konkrétan egy pozitív példaként, vagy 2005-ben leállította azt a tevékenységét, hogy sugárzási időért cserébe a rádióadóknak ajándékokat, ingyenes utazásokat és más juttatásokat adott. Halleluja. Hatóságokkal kötött megegyezésük magában foglalja egy 10 millió dolláros alapítvány létrehozását zenei oktatás céljából. Hát ez most a téma szempontjából tényleg... Itt most a Sony-nak adtunk egy jó pontot. Most szemétcégeket keresünk. Igen, most szemétcégeket keresünk. De tök normális. Nem a kultúrát dotáló és tök normális. Ha valami társadalmi nyomásra egy cég meggondolja magát, vagy visszakozik, volt-e már ilyen többször gyógyszergyárak is, sőt maga Nestlé is egyébként egyszer, már visszakozott, ugye emlékszem, hogy Etiópiát perelte valami régi sérelmér annyira, ami az etióp államnak a éves költségvetésnek a fele vagy harmada, tehát egy olyan iszonyatos mértékben perelte, és akkor a társadalmi nyomásra végül visszalépett, mivel nyilván ez pár millió ember, vagy nem pár millió, az a túlzás, de pár tíz ember alálával járt volna egy ilyen szegény ország számára. De nem egyébként olyankor, pozitívumok, de olyankor, amikor normálisan viselkednek ezek a cégek, akkor is kizárólag a profit felhalmozás érdekében viselkednek normálisan, mert hogy már beindul egy kampány azzal kapcsolatban, hogy ők milyen ocsmány módon viselkednek, mondjuk. Ez egyébként elsősorban Európára jellemző. Tehát Amerikában az, hogy egy üzletember mecenatúrás, tehát mecénásként is létezik, és támogatja az amerikai elit képzőművészetet, kultúrát, vagy épp a, nem tudom, naív képzőművészetet és popkultúrát, ez az ottani üzletember
image része. Tehát nem a profitját növeli ezzel, hanem ciki, hogyha nem csinálod. Az utóbbi évek egyik legnagyobb korrupciós botránya az ENSZ olajat, élelmiszerét programja körül robbant ki. Az iraki lakosságot sújtó szankciók negatív hatásainak mérséklésére indított programban Irak élelmiszerek és gyógyszerek fejében olajat adhatott el az ENSZ közvetítésével. A programot azonban mind az ENSZ, mind az iraki kormány számos hivatalnoka üzletelésre használta fel. A programigazgató Benon Sevan 1998 és 2002 között mintegy 150 ezer dollár, nem is olyan sok, 29 millió forint kenőpénzt kapott. Alexander Jakovlev, az ENSZ egyik beszerzési ügyintézője, pedig közel 1 millió dollár kenőpénzt fogadott el az iraki szerződésekre pályázott cégektől. Sőt, Kojo vagy Koho vagy Koyo Annan, Kofi Annan ENSZ főtitkár fia is bűnösnek bizonyult, ő közel 300 ezer dollárt kapott a svájci cégtől. Milyen korrekt cégek ezek. Milyen korrekt ENSZ vezető. De erre az ENSZ-re bíztuk volna az Irak pacifikálását. Inkább az USA-ra, akik konkrétan, amellyel kapcsolatban álló cégek konkrétan megvesztegetik ezeket. Tehát az a kérdés, hogy a megvesztegetőkre bízzuk, vagy a megvesztegetettekre bízzuk. Az ilyen segélyek is, például cunami kapcsán ilyen hatalmas segélyek minden ország, világ minden tájára, csak nem mondják be, hogy ennek a felezik, nem segély, hanem hitel, még az elég jó kamatra. De Gábor, de tényleg zseniális ez az érvel is, hogy és erre az ENSZ-re bíztuk volna Irakot, ugye? Tehát, hogy ez bárki érveljen ezzel egyébként, oké, csak ne a megvesztegetők. Tehát amikor a megvesztegetők... Nem, az Egyesült Államok nem vesztegette meg Irakot. Azok a cégek konkrétan, akik befektetnek az Amerikai Egyesült Államok iraki háborújába. Tehát nem az USA, hanem ezek a cégek, akik a háborúban részt vesznek. Az USA fegyverbarátai. Igen. Az igazság, nem az USA. Persze nem az USA. Tehát ezt mindig lehet majd mondani. Tehát be kell vonni magántőkét egy háborúba. És a mocskos megvesztegetőségeket, még a szerencsétlen Wolfowitz is elmondta, hogy ha az olajért háborúznak, akkor fenntartottuk volna az olajért élelmiszerprogramot, és minden maradt volna a régiben. Sokkal inkább megérte hát volna. Jó, hát az egész olajkincset nem lehetett volna kiaknázni olyan módon. Csurrant cseppent volna az olaj. Biztos, hogy sokkal, de sokkal mohóbbak voltak ennél az amerikai olajcégek. Ráadásul a fegyvergyártó lobbinak nem csurrant cseppent. Egyszerűen megrendelést adni. Nem csurrant cseppent. A lobbinak háború nélkül nem lehet megrendelést adni. A háború az mindenképpen jó. Én úgy gondolom, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak önmagában természetesen rossz az iraki háború, tehát ők ezen buknak. Igazából csak a cégek jó ez igazából, amelyek ugyebár irányítják fentről, még az Egyesült Államok kormányát is. Itt merül fel a kérdés akkor, Marcel, hogy akkor mégis beszélhetünk ilyesmiről, hogy Egyesült Államok függetlenül ezektől a cégektől, de amikor az Egyesült Államok saját érdekeivel ellentétes politikai döntéseket hoz, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokat már nem az Amerikai Egyesült Államok választott vezetői, hanem az azok mögött álló cégek vezetői működtetik. Így van, konkrétan nem az állampolgárok irányítják saját országokat. Szerintem konkrétan úgy zajlik egyébként ez a dolog, tehát hogy most Amerika miért háborúzik? Az olajért háborúzik, vagy a fegyvergyártásért háborúzik? Ez mindig a dilemmánk. És akkor szoktad felhozni érvként, ugye, Az egyik a másikat indukálja. Hát igen, de hogy szokta felhozni a Gábor érvként mindig a vietnámi háborút, ahol ugyebár nem volt olaj. Én úgy gondolom, hogy alapvetően az USA-nak, mint az amerikai fegyvergyártó cégeknek a háború az jó. Jó, mert fegyvereket lehet gyártani, jó, mert a világhatalmi pozícióját, ami már jelenleg is abszolút, sőt az abszolútnál is abszolútabb, 1000%-os katonai fölényben van a nagyvilágban az Amerikai Egyesült Államok, azt tovább lehet erősíteni. Hát gyakorlatilag egy háború, tehát így, ezt tudjuk, ez a legnagyobb közhely, hogy egy háború az a technológiai fejlődésnek mindig a forradalma. Tehát az mindig hatalmas mértékű fegyverberuházások indukálhatók egy háborúra hivatkozva. Másról is van szó, tehát a vietnámi háború idején még a hatalmi ranglétrán nem állt a piac az állam fölött, legalábbis nem olyan mértékben, mint ma. Az egészen biztos, tehát nem volt meg az a iszletes tőke koncentráció, mint manapság a globalizáció korában, tehát hogy valóban a vietnámi háború kapcsán nagyon fontosak voltak a politikai okok. A tiszta piaci okok mellett is, még a mai modern háborúban a politikai motivumok épp olyan fontosak most is, mint akkor voltak, csak ezeket nem szerettek meghallani. Ezek tehát a politikok, ezek változnak állandóan. Az iraki, hát Irakot miért támadták meg? Először azért, mert onnan van a támadás, utána a tömegpusztító fegyverek miatt, utána legvégül azért, hogy megbuktatták Saddamot, azért. Igen, azért, de volt már több változat. Saddam Hussein 15 évvel ezelőtt a kurdokkal szemben bevetett. Olyan régen volt, már nem is emlékszünk. Hát talán akkor nem kellett volna támogatni. Talán akkor nem kellett volna, amikor
akkor már nem támogat, akkor már nem támogat az Egyesült Államok. A politikai okok azok így változnak, így pár hónaponkkal változnak. Nem, nem változnak. Én az, tehát én mint az Egyesült Államok külpolitikájával alapvetően szimpatizáló neokon, bár ezt a jelzőt egyre inkább unom, szóval mint neokon az első pillanattól tudtam, értettem, és teljesen nyilvánvaló volt számomra, hogy miért háborúzik az Egyesült Államok. Nem hiszem, hogy ez olyasféle magyarázatra szorult volna, mivel egyébként minden végestelen végig szenvedtek, és igen, valóban számtalan pontján az érveik támadhatóak, de azt gondolom, hogy az irakiak felől nézve, vagy a szabadságra vágyó iraki nép felől nézve azt, hogy őket most éppen azért támadják-e meg, és söprik el a diktátorukat, és próbálják az országot, igen, szóval pacifikálni. Felülük nézve szerintem morálisan igazolhatatlan és hiper-antihumán azt mondani, hogy ti nem érdemlitek meg, mert az Egyesült Államok nem a megfelelő érvek mentén cselekedett akkor, amikor. Ha azt mondta volna, hogy akkor megérdemelnétek, de így nem érdemlitek meg a szabadságot, mert az Egyesült Államok az olajért, a fegyverért, illetve a megmagyaráztatnak. De milyen szabadság van Irakban? Hát azt gondolom, hogy polgárháború van Irakban, és terror. Szabadságot hozott el az USA Iraknak? Ez a fő kérdés. Itt írja az SMS író. Az USA és az ENSZ miért nem megy elefántcsontpartra felszabadítani az embereket és hirdetni a demokráciát? Megvárják, amíg kakaóval pedig, mennek az autók? Pedig, igen. Tehát, ezek mind nagyon jó hangzó érvek. Tehát akkor ezek szerint a ti logikátok mentén az Egyesült Államoknak valóban fel kellett volna szabadítani a elefántcsontpartot, de nem teszi. És egyébként ez azért vicces, hogy az ENSZ feladata lenne. Nem? De az első, amit nem csinál, pénzeket raknak zsebre azért, hogy ezeket a cégeket ne kelljen megfingatni. Az Egyesült Államoknak a feladata, miért az amerikai? Az Egyesült Államok az elmúlt 17 évben a következő békemissziókat hajtotta végre. Ugye volt az első, az 1991-es, a szövetségeseikkel, az európai szövetségeseikkel karöltve felszabadította Irakot. Azt követte 98-ban... Nem Irakra gondolsz, hanem... Most a Kuwaitot nárogatok, igen. 1998-ban ugye egy NATO hadművelet keretében... Olajmezőit, igen. Hát nem hiszem, hogy Koszovóban vagy Szerbiában lettek volna olajmezők. Nem, én Kuwaitról beszélek. Igen, 1993-ban volt ugye Ja Istenem! A szomáliai mentőakció, és mi is nem is tudom, mi volt a következő, a 2003-as iraki misszió. Azt gondolom, hogy az Egyesült Államok jóval több humánus feladatot hajt végre. Csillében például, amikor ugye megdöntötték a demokratikusan választott baloldali kormányt, és egy náci diktátort ültettek a helyére, az például egy... Hova sorolnál? Ez a béke misszió, gondolom, nem? Ez volt a klasszikus esete például a békemissziónak. Már sokszor mondtam, hogy a CIA dél-amerikai munkájával nem vagyok igazán elégedett. Én, mint a CIA igazgatója, csak azt mondhatom, hogy az elődei munkája. De nem. Nem, azért nem vagyok vele elégedett, mert azt gondolom, hogy nem. Én keményebb lennék, de saját magammal, és nem a külpolitikámmal. De egyébként az a csodálatos, tehát az a legsúlyosabb bírálat az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy még te is bírálod egyébként. Tehát bizonyos esetekben egyébként... Nem, én azt mondom, hogy a kisebbik, nem, a kisebbik rossz, vagy a nagyobbik, a kisebbik rossz javára lemondani, ez a kisebbik rosszal szövetkezni a nagyobbik rossz ellenében egy nagyon nehéz és ingoványos politika. A második világháborúban legalábbis a második világháború időtartama alatt ez egy sikeres politika volt, illetve egy sikeres stratégia a Szovjetuniót felfegyverezni és háborúba küldeni az amerikai eszközökkel az orosz katonákat. Az Egyesült Államok félelme érthető egyébként, ismerve a kubai rakétaválságot minden kommunista rezsimtől, ami hatalomra készül épp kerülni bármelyik dél-amerikai országban, de azt gondolom, hogy ahogy megoldották ezt, ez valóban csúfolt, és szégyen az Egyesült Államoknak. Itt egy SMS, egy beszédes adat. Sziasztok! Az USA több bombát dobott le Vietnámban, mint a második világháborúban összesen. Az, hogy megszűnt a Szovjetunió, az USA-nak köszönhető, írja az SMS író. Én örülök, hogy vége van, sorry, ennyi. Köszönöm. Világos, de a Szovjetunió az egy olyan démon, amire hivatkozva, már megszűnt a Szovjetunió 16 éve,
14 éve, vagy nem tudom. 16 éve. 16 éve megszűnt a Szovjetunió, és 16 évvel a Szovjetunió megszűnése után még mindig az USA bármit elkövethet világpolitikailag, mert még mindig az egy erkölcsi, ideológiai... egy magyarázat vagy nekik, hát az ideológia arra, hogy ők bármit megszeressenek, hogy ők voltak azok, akik leszámoltak a Szovjetunióval. Ez a logika szerintem általában sem helytálló végül, és vannak olyan találmányok, amit ma is használunk, amit a nácik találtak fel, ennek ellenére nem mondjuk akkor a nácik mégsem voltak rosszak. Na jó, de tényleg nevetséges. De ezt mondjuk, hogy a nácik rosszak? Várjál, és a keleti fronton, pusztán azért, mert a sztálini rendszer az egy emberellenes, undorító rendszer volt. Hitler a keleti fronton győzött volna, annak te örülnél? Kérdem én. De ez a sátáni Szovjetunió ellen harcolt, pontosan úgy, mint az Amerikai Egyesült Államoknak a hidegháborús ideológiája a Szovjetunió ellen zajlott, éppen ugyanúgy Adolf Hitler a keleti fronton, Sztálingrád alatt, Moszkva alatt, Leningrád alatt, igenis, ugyanez ellen a sátáni Szovjetunió ellen harcolt. Akkor hajrá Adolf Hitler? Nem, itt mind a két fél vereséget kívánja az ember. Na érdekes módon, én ugyanígy vagyok a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásával. Robi, látod, létezik ilyen modell. Ilyet azért azt gondolom, mutassák kijelenteit. Az Egyesült Államok vereségét te sem kívánhatod. Főleg a Szovjetunió ellenében nem kívánhatod. Na hát, hol már nincs sehol a Szovjetunió. De te mondtad az imént, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok párharcában te egyikük győzelmét sem kívánod. Tehát szerintem az Egyesült Államok sem volt olyan ördögi, mint ahogyan a nyugati kapitalista cégek sem voltak olyan ördögiek, amíg létezett a kapitalizmusnak egy alternatívája. A Szovjetunió nem azáltal tette jobba a világot, hogy a saját primitív, undorító ocsmány rendszereit működtette, hanem azáltal, hogy alternatívát jelentett a kapitalizmus számára, ezáltal a kapitalizmus szociálisan érzékeny, emberarcúbbá vált. Hát valami ezt állami nyomásra. Ez úgy működött, hogy a nyugati országban is voltak ugye baloldali, szélsőbaloldali mozgalmak, szakszervezetek, és az állam kénytelen volt engedni az ő nyomásuknak valamilyen szinten, azért, mert félt, hogy ezek megerősödnek. Hát félt, hogy a proletár forradalom az tovább fog gyűrűzni. És azért engedékenyebbek volt ezek a fognunk az emberiség egy részét. El fogja söpörni a tőkét. Meg kell fognunk az emberiség egy részét, diktatúrába kell őket taszítanunk, hogy legyen mitől félünk. Jelöljük ki, hogy kik ezek. Tehát nem szabad a történelmet objektív módon vizsgálni és megmagyarázni annak bizonyos jelenségeit, mert az azt jelenti, hogy én igazol, tehát megint a fekete-fehér gondolkodás. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy a Szovjetuniónak, a Szovjetunió létének, nem a létmódjának, nem annak a sötét diktatúrának, ahogyan az működött, hanem pusztán a Szovjetunió létének, hogy létezett egy keleti blokk. Nem az, hogy milyen alternatívája volt ez a kapitalizmusnak, hanem hogy létezett egyáltalán valamiféle alternatívája a kapitalizmusnak. Ez igenis jó hatással volt a kapitalizmusra. Ez a kapitalizmust emberarcúvá volt képes tenni. Meg kell mutatni, hogy az is tűz szociális érzékeny. Na pontosan erről van szó. Milyen azután, hogy ez összeomlott, ez a keleti blokk, a kapitalizmus elveszítette ezt az emberarcát, és akkor most megint jöhetsz a nagyon-nagyon-nagyon primitív, nagyon-nagyon egyszerű válaszoddal, hogy milyen jó is volt a Szovjetunió, milyen jó is volt azoknak, akiket át elvitt a fekete autó, milyen jó is lehetett ott élni a gulágon, ugye? Azt mondod most, akkor hozzuk vissza Sztálint, ugye? Na, azért szerintem ennél a színvonalnál egy kicsit feljebb emelkedhetnénk. Csak olyan mindig nem lennénk sehol. Robi, így te érvelsz, tehát ezt te mondtad, amit az imént elmondtál. De igen, csak reflektáltam egy kicsit talán kikorítva. Nem, én azt mondtam. Nem hiszem, hogy így érvelnék. Ha így érvelnék, akkor nyilván nem hívnám meg a műsorodban. De hát ilyeneket mondtál, ember. Egyébként ez meg nem az én műsorom, hanem ez a mi műsorunk. Tehát ez nem az én műsorom. Még akkor is, ha te beszélsz a legtöbbet. Ez nagyon korrekt. Most már közben a szavamban. Nos? Élek. Nem, ez valóban egy kicsit bántó volt, tehát nem hiszem, hogy ilyen primitíven érvelnék. Na jó, de ez volt az érv, hogy a Szovjetunió, hogy ez volt az érv, hogy nem, akkor... Nem, számotokra meg a Szovjetunió létét... Ezt te mondtad, hogy taszítsuk sötét diktatúrákba az emberiség egy részét, hogy a másik... Legyen mitől félnünk. Én ezt mondom, hogy nem hiszem, megint csak azt mondom, hogy a kapcsolat... nem tudom, ilyen morális tartalommal való megtöltése, az ebben az esetben megint hülyeség. Tehát igen, a Szovjetunió létének köszönhető persze, hogy megerősödtek az európai baloldali mozgalmak, ez jó, ezt én is azt mondom, hogy ez jó. Ide rakunk egy pontot, emlékeztet, ezt végez arra, igen. Ide rakunk egy pontot, és emellett viszont nem hiszem, hogy ezként, tehát jó,
Nem hiszem. Egyébként nem. Az a baj, hogy tényleg... Miért is hiszed? Nem. Bemanővereztem magamat egy sarokba, tehát innen tényleg nehéz kitörni. Figyelj, a kommunizmussal nem az volt a gond az egyenlőség ideája, hanem pont az ideának ellentmondó valóság, érted? Tehát, hogy ott is ugyanaz van, mint a demokrácia, hogy nem valósult meg valójában. Hát nevetséges az... Jó, az ember, nézd, erről volt egyszer egyébként egy szavazás, hogy a... emberellenes a kommunista ideológia, mint ahogy a fasiszta is az, ha kellően belásod magad akár csak a kommunista kiáltványba, ha már abban foglaltak, és olyan iszonyatosak antihumánosok és emberellenesek, hogy nem hiszem, hogy van olyan éppenlőjű humanista, aki a kommunista kiáltványt a kezébe véve, és azt letéve azt mondaná, hogy igen, ez az megtalált. Arra kérlek téged, kedves Viktor, hogy folytasd az adaszokkal. 1989 és 2002 között a Coca-Cola 8 szakszervezeti vezetőjét megölték Kolumbiában. Azóta egyébként még egyet 2004-ben, tehát összesen 9-et, mert tüntettek a vállalat munkáltatói gyakorlata ellen. Most nem mondjad, most csinálok a DAC-ot, dolgozó akciócentrum, próbáljuk megszervezni a dolgozókat, munkásokat, végezni a szakszervezetek helyett a munkát. Én pedig most vettem egy doboz fantát. Erre ijeszgeted itt az ember. Ezek után ki fog belépni. Titeket ijeszgetlek. www.dacoly.hu. Nem fizetik a túlóráidat? Megaláznak a munkahelyeden? Még mindig feketén dolgoztatnak? Könyörögnöd kell a fizetésért, ami pedig jár? Nem mehet szabadságra, de még beteg szabadságra sem? Egy multi akarja átmosni az agyadat? Vagy egyáltalán nem kapsz munkát? Ne törődjél bele, hisz megvéd, a DAC állítjátok, igaz? Így van, de hát ezek ugye mindennapi problémák, amiket általában a kocsmába panaszolunk el egymásnak, pedig ezek ellen fel lehet lépni. Minden akkornak egyébként azt gondoljuk, hogy ez a baloldal feladata. A ti feladatotok az, hogy elnyomjátok az embereket, ne engedjétek kimenni WC-re, hogyha ki akarnak venni WC-re adott esetben, hogy a Lidl-ben volt. A tiétek pedig, hogy ezzel ne harcoljatok. Így megy előre. Ez a társadalmi munka megosztás, ugye? Bizonyos a társadalomnak... Hát tudod, bizonyos... szükség van a Szovjetunióra ahhoz, hogy a nyugat engedményeket tegyen a szakszervezeteknek, akkor... És ugyanis szükség van ilyen szakszervezetekre, meg a szegények érdekét képviselő emberekre, hogy ti is ezzel úgy meglegyetek. Tehát, hogy újra tudják termelni maga a munkaerő. Mert hogyha csak ti szerveznétek ugyebár a termelés, meg a gazdaságot, akkor az emberek halálra dolgoznák magukat, és így nem folytatódna a dolog. Így viszont, hogy vannak ilyen mozgalmak, amiket megtűrtök, ezek alapján legalább annyi van, hogy én tudod, figyelek meg egyébként, Gábor, hogy te folyasz egyre, tehát hogy mondjam, régen a cinizmus, tehát amióta itt vagy ebben a műsorban, mindig is jó eszközöd volt a cinizmus, de egy ideje már más sem alkalmazol. Tehát, hogy egy ideje az egyik cinizmusból a másikba lépsz át, tehát, hogy egyre kevesebb szer vagy konkrét, és konfrontatív, és jó, leszek ezen túl, megígérem. Jó, léci, mert hogy tehát a cinizmus az egy jó, tehát csak amikor azt az látom, hogy légtennyomon cinikus vagy, akkor azt látom, hogy... Akkor szerkesztünk élőben. Az a baj, hogy ilyen alkat vagyok, és hajlamos vagyok elragadtatni magam, de megígérem, hogy ezentől jó leszek, és sorolom. De nem, legyél cinikus, csak az én számomra ez beszédes. Tehát én megkommentálom ezt, hogyha megengeded. Érted? Legyen. Megint cinikus voltam. A DAC azért jött létre, mert a szakszervezetek, mint olyanok, eltűnőben vannak. Kis PR interjút kialakult egy általában. Nem, tényleg. Én beszélgetségünk, hogy kis PR interjút rögtön. Te szeretted volna a Marcet meginterjúvolni a holnap kapcsán. Az asztal egyik felére. A cinizmusról, amit beszélünk a DAC-ról, meg a dolgozóval. Nem, engem tényleg érdekel az, hogy a DAC azért jött létre, mert a szakszervezetiség ez letűnőben van. Hát nem, Magyarországon ennek igazából alig van nyoma. Nyoma sincs, nem is volt. Ugyebár az emberek nagy része dolgozik, stb., tehát emberek nagy része munkájából él, ehhez képest nincsenek olyan szervezetek, nincsenek azok a kapcsolatok, amelyekkel az emberek egymást és magukat megvédenek. Hát ez rendkívül módon hiányzik az országban, ezért lehet itt bármit megtenni. Ugyebár gyakran panaszkodunk, hogy ebben az országban mindent meg lehet csinálni. Ez pontosan ezek miatt, ezeknek az összefogásoknak és szervezeteknek a hiánya miatt. Nem létezik a nagyobb cégeknél egyszerűen ilyen, hogy szakszervezet. Csak azért kérdem, mert én van a gyűjtő munkában... Van, amelyiknél létezik, ugyebár nagyon ismert volt például ugyebár a Suzuki esete, amelyik betiltotta a szakszervezetet. Tehát akkor létezik, de már nem. Tehát van, amelyiknél létezik, van, amelyiknél nem. Igazából azt mondom, hogy ez nem korlátozik egyáltalán, azt ne felejtsük a nagy cégekre, tehát a kis cégekre meg még annyira sincsen. Tehát ez eléggé általános, és ilyen tekintetben mi nem is akarunk különbséget tenni, tehát hogyha úgy találjuk, hogy egy cégnél visszaélések történnek a munkavállalókkal. A londoni díszdoboz készítő szakszervezete 3 tagot számára, ez tényleg így van egyébként, a világ legkisebb szakszervezete. 4 díszdoboz készítő működik Londonban, és ebből 3 tagjai az 2 merítő szakszervezetnek. Hát a Coca-Cola egyébként több száz más, csak hogy így folytassam ezt a manuális feladatomat, mint a bemondó doboz itt a sarokban, nyomjátok meg a plajba. Megnyomtuk. Plaj. Tehát
A Coca-Cola ugye 9 ember tüntetett el, tette el láb alól Kolumbiában. Az igen. Tüntetett. Az igen. A Coca-Cola ninják. Igen. Az, de az nem... Megint, bocsánat. Ez annyira jó egyébként, hogy kommentálod ezeket, mert ezzel gyakorlatilag nekünk nem is kell reagálni. Ilyeneket fűzöl hozzá, hogy a Coca-Cola ninzsák. Igen. Tehát konkrétan megölt hány embert a Coca-Cola? A Coca-Cola embereket öl. Nem a Coca-Cola öl embereket. Hát a Coca-Cola is lehet, hogy öl a koffein, ami benne van, ha megiszod, de a Coca-Cola cég felbérelt olyan paramilitáris egységeket, akik a szakszervezeti vezetőket egyszerűen eltették lábáról 9-et. Meghaltak azok a szakszervezeti vezetők, akik a kutyában álltak a Coca-Colának, ennyit tudok, ezek a tények. Ezek meghaltak. Tehát ez azt jelenti, hogy ők öltek. Nem jelenti azt. Hogy jelenti ez? Hogy is álltak? De nem prejudikálunk, ugye? Nem tudjuk, hogy mi ez. Nem értjük, hogy mi ez, hogy miért ezek a hányan is voltak? 19-en. Hányan? 9-en, de több száz másik dolgozót egyébként elvittek, megkínoztak, stb. Vezetőket visznek oda, és azokat a szakszervezeti vezetőket ott megkínozzák. Érdekes. Igen. Nem érdemes a Coca-Cola. Kolumbia nagyon kemény, ez a szabadságnak egy kis szigete Dél-Amerikában, ugye Egyesült Államoknak a főszövetséges a térségben, mert ott szabad kapitalizmus működik. Jó, egyébként ezeket a, konkrétan például ez a globalexchange.org-ról, mert láttam, hogy ez így, de nem lehet ilyen egyértelműen, persze én is gondolkoztam, hogy oké, Kolumbia, tehát Kolumbiáról így minden az embernek az eszébe, csak az nem, hogy úgy tiszta a dolog. Tehát el tudom képzelni, hogy a szakszervezeti mozgalom is valahogy úgy működik, hogy ilyen képuskákkal állítanak be. Ez tényleg van. Tehát biztos, hogy ennek van egy másik oldal. Én is hallottam valami összefonódás szakszervezet is. Jó, de ez szerintem nem menti fel, ez ugyanúgy, tehát Törökországban 2005-ben a rendőrség, ez megint olyan, hogy a Global Exchange forrásaira támaszkodott természetesen. A rendőrség 14 kamionvezetőt vert meg családostul azért, mert tiltakoztak a fizetés és a körülmények ellen. Na, ez érdekes. Ezen kívül a Coca-Cola az egyik legdiszkriminatívabb munkaadó a világon. 2000-ben 2000 fekete dolgozó perelte be az Egyesült Államokban, nem máshol, nem Kolumbiában, hanem az Egyesült Államokban a vállalatot fai megkülönböztetésért, a fizetések és előléptetést. Pedig a Coca-Cola-ról azt gondolják az emberek világszerte, hogy ők aztán a PC mozgalomnak, ja, meg ők aztán a társadalmi egyenlőségnek, meg a faji egyenlőségnek, meg a származási egyenlőségnek az élharc. Erről tudjátok, Nigériában a Shell, nem tudom, azt tudjátok, hogy ott mi történik, ugyebár az ottani olajkitermelés miatt ilyen több tízezer embernek a hagyományos mezőgazdasági megélhetési tette abszolút lehetetlenné, ezért egy elég komoly tiltakozás, tüntetések, mozgalmak, keményebbek, puhábbak egyaránt vannak, amiket az ottani ugyebár katonai diktatúra igyekszik leverni természetesen, és hát találtuk, hogy ki támogatja. Ezek, kitámogatja helikoptereket, a tömegbe lövéseket, képzeljétek el. Kicsoda? Shell. És képzeld, nem mondod, de képzeld, mondod, de nincs bizonyíték. De képzeld, hogy a Shell nem az egyedül, ugyanis a Chevron ugyanezt teszi szintén Nigériában, tehát nem csak a Shell-ban, ott van több cég is, aki pénzelje ezeket a hadseregeket. Volt egy nagyon szimpatikus szabadságharcos, Ken Sharon Viva, lehet, hogy nem így ejtik, de így írják. Nekem az beszédes az egyben mindig, hogy... Azt ki is végezték természetesen. Így van. Szóval nekem az beszédes mindig ezekben a sztorikban, hogy mindig olyan államokban történnek ezek érdekes módon, ha egyáltalán úgy történnek, ahogy ez itt interpretálódik, de tételezzük fel, hogy így történik. Szóval mindig olyan államokban történik ez, ahol az emberek jófosztottságban élnek, ahol nincsenek választott kormányok, ha vannak is, akkor a korrupció elemészti őket. Olyan furcsa, hogy az Egyesült Államokban erre tehát ilyen, legalábbis erre ilyesfajta példákat, de még Európában sem látunk, illetve látunk csak azok, az maga az állam hajtja végre, vagy az állam karöltve. Csehországban is történt valami ilyesmi, csak hogy az Európai Unióból is hozunk egy példát. Igen, de ott egy picit szolidabban történt, ott a csehországi Lidl-ben a nők, hát ott általában a dolgozóknak ugye ilyen, mit nem mehetnek ki WC-re, meg mit tudom én, kivéve azok a nők, akik menstruálnak, és a fejükre kötnek egy piros szalagot, hogy lehessen látni. De azért érted, tehát milyen kedves a Lidl, hogy ők elmehessenek bármikor a WC-re. Megmondom, hogy nem teljesen érted.
Hát arról van szó, ugyebár, hogy nagyon keveset mehetnek ki az emberek WC-re, viszont ez gond volt a menstruáló nőknél, ezért ők egy külön szalagot tettek a fejükre, hogy az őrök tudják, hogy őket gyakrabban lehet kiengedni. De ezt üdözzük, ez szerencség, de ebben mindig egyetértettünk. Jó, csak érdekes módon ezekben az ilyen nagyon demokratikus országokban is előfordulnak ilyen diszkriminációk, mint a harmadik világban. Tehát úgy tűnik, hogy ez a nyugati demokrácia, ez nem a csodaszer, nem az a recept, ami megszünteti. Nincs recept és nincs csodaszer. És egyébként hidd el nekem, hogy ezek a multicégek itt csak azért nem mennek el a gyilkosságig, mert itt nem tudják megtenni, amit te mondtál a diktatórikus országban, azért mennek el odáig, mert ezért mondtam, és ezért nem, tehát akkor igazából nem ironizálni próbáltam, csak talán félreértették, ez a baloldal feladata, mert valóban ez a baloldal feladata. De a neokonoknak, várjál, de a neokon a saját ideológiáját ne a másik oldalnak a feladataiból vezesse le, nem abból vezetem le, nem. A neokonzervatív ideológia az éppen, hogy a multitőke omnipotenciáján alapul. Nem igaz. Erős állami beavatkozás a multiknak a működésébe? Erről szól a neokon ideológia? Mert nem ezt figyeltem meg. A neokon ideológia... Ezt már szerintem a hallgatók talán unják is. A neokon ideológia a szabadság totalitásáról szól. Arról... De a piaci szabadság. Nem, a piaci szabadság, nem. Az összes lényeges szabadság. Az amerikai szabadság. Kiteljesedéséről. Igen, a neokonok hisznek abban, hogy az amerikai modell nagyon sok szempontból jó, importálható és átörökíthető. De amiket a példákat felhoztunk, azok pont arról szólnak, hogy ezek a cégek egyes országban szabadon sok barát, szemét cég van a világban, inkább fogalmazunk így. Sziasztok! Az Apokalipszis részvénytársaság mára berekezt ülését. Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledd el szavainkat. Szerződj, szervezz, szerez, szennyez. Tarts a ízben, a Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az Apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágydal a bolygót.